szólítom. Egy igazi csemege lesz. A piros sarokban érkezik. Ferhat Velan, hódmezővásárhely. Ferhat Velatot, hódmezővásárhelyről. Aki a Majka, ilyen a boxért, vagy talán a box című számára vonul be. És tisztelt hölgyeim és uraim, szólítom a kék sarokban. Itt látható. Ungvári István Harangy Imre se. És akkor ő jön a kék sarokban. Az az Ungvári István, aki nagy visszatérő, korábbi válogatott, több mint 9 évvel ezelőtt, 2008-ban a liverpooli ökölvívó Európa bajnokságon bronzérmet szerzett, több világbajnokságot is megjárt, és külön érdekesség, amire majd fölhívnám minden kedves nézőnk figyelmét, hogy az egyik legnagyobb ütőerővel rendelkezik ebben a 49 kg-os mezőnyben, tehát a kék sarokban Ungvári István. Szorítóból következik az első menet. Hát a piros sarokban Ferhat, kék sarokban Ungvári. Hát ahogy mondtam is, ennyit az ütő előről, gyönyörű bal csapottal bejelentkezett 10 másodperccel a mérkőzés kezdetekor Ungvári István. A vezetőbíró látja, hogy Ferhat jól van, de hát kérdés, megérezte a vérszagot Ungvári, újra talált. Repült a törölköző, kevesebb, mint 25 másodpercet követően. Hát itt látták, hogy bár egy igazi harcos szellem dobog Ferhat Valet Velat szeméből, itt a szívében, de Ungvári ütőerejével egyszerűen nem tudott mit kezdeni, egyszerűen félelmetes, amit láthattunk tőle, hát, a szűk fél percben. A súlycsoportról beszéltem, említettem, hogy Ungvári István hihetetlen ütőerővel rendelkezik ebben a súlycsoportban, bizonyította is, hiszen az utolsó 49 kg-os mérkőzésen döntő fölénnyel győz a kék sarokban Ungvári István, Harangy Imre ellen Hajdú Sámson. Döntő fölénnyel, tehát Ungvári István megy tovább. Hát erről beszéltünk, nem hiába. Említettem róla, hogy az egyik legnagyobb ütőerővel rendelkezik, hát ez be is bizonyította most is. Súlycsoport